A fehérvári találkozó keretében a nagykövet elsőként a városvezetéssel egyeztetett a Szlovénia és Magyarország közötti együttműködési lehetőségekről, valamint egy partnervárosi kapcsolat kialakításáról. Marian Cencen elmondta, a látogatás apropóját az adta, hogy néhány héttel ezelőtt egy együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor Krányi városában, ahol felavatták Petőfi Sándor mellszobrát. Most arról állapodtak meg, hogy Székesfehérvár ezt a szép tettet a jövőben viszonozni fogja, amire már tervek is vannak. Szeretnénk erősíteni a két város közötti együttműködést. Korábban kiderült, hogy erős közös érdekeltség van a két város között gazdasági és kulturális területen, vagy a sportokban, de más területeken is. Ezért a nagykövetség lehetőséget lát arra, hogy támogassa ezt az együttműködést. Körvonalazódni látszik egy testvérvárosi megállapodás Krány és Székesfehérvár között. Ezt már Cserpalkovics András polgármester jelentette be a találkozón. Mint mondta, a nyár folyamán a két város Székesfehérváron is megerősíti majd szándékát, azt követően pedig az együttműködést tartalommal is megtöltik a felek. Ez azt hiszem az élet nagyon sok területén pozitív hatású lehet, hiszen nagyon közel van egymáshoz a két város 3-4 órás autóútra mindösszesen. Ez tehát lehetőséget ad kulturális, oktatási, sport együttműködésekre, gazdasági együttműködésekre, vagy akár az arra is, hogy közösen Európai Uniós közvetlenül elérhető forrásokra pályázunk majd. A nagykövet a látogatás keretében megtekintette a Városháza dísztermét, majd egy belvárosi séta során a polgármester kalauzolásával többek között megtekintette a bazilikát, a lovas szobrot és az országalmát, ezáltal megismerkedett Székesfehérvár értékeivel, történelmével, látnivalóival.